Akkor folytathassuk. Jó. Barbaroval kapcsolatban volt egy kérdés. A Barbaro nagyon gyorsan jött vissza. Egyébként ez az előző korszakok kapcsán megjegyzendő, hogy a világ állapot, a felgyorsult idő, a felgyorsult tempójú élet jegyében nagyon sok változás állt be az újraszületés rendszerében is. Tehát 10 év alatt visszajöhet az ember. Barbaro 9 évig volt a szellemvilágban. Csak hogy ez nem annyira örvendetes, mint első hallásra gondoljuk, mert mit nem tudott átélni? A kamalókát. Tehát éppen csak, hogy átröppent rajta, visszarántotta az egészet a földi inkarnációba, és vele jöttek azok, akik oda juttatták, ahova juttatták. És ha elolvasátok, meglátjátok, hogy azért olyan egyedi ez a biográfia, mert neki hosszú évek kínlódásába telt, amíg rájött arra, hogy kik ezek az emberek. És honnan ismerik egymást egy előző életből. De most már ez zajlik, hogy olyan gyorsan visszadobnak bennünket, főleg ha van valami, amit el kell végezni. És mivel odát nem tudunk megpihenni, a reflexió nem olyan erős, és nem olyan tartalmas az átélés odát, akkor ezt itt a Földön kell megoldanunk. És ez óriási terhet ró ránk. Ugyanolyan teher az, amikor július 23-án 35 fokban ilyen szellemi dolgokkal kell foglalkozni. Mert se a test, se a lélek nem bírja. Tényleg nem bírja. És mi mégis megtesszük. Tessék. Steiner külön figyelmeztetett, hogy a nyári meleg elviszi a lelket ki a kozmosz perifériájára. És mi itt ülünk és kaparunk a szellem után. Ugye? Ez a helyzet. De én úgy gondolom, hogy a földi inkarnáció, hogy mondjam, vonásai, követelményei egyre inkább ilyen bizarrok lesznek. És a hierarchia egyre inkább a lehetetlen megvalósításának ragyogó kudarcai alapján rangsorolja az embert. És ez így van, mert az ember óriási erőfeszítésekkel elindít valamit, jól eltolja. Ez különösebben nem zavarja a hierarchiát. Ami zavarja, hogyha felismerte, hogy eltolja, akkor esetleg abba hagyja, elundorodik, ellenféllé válik, ahelyett, hogy leporolná magát, és újra nekiállna. Tehát itt elsődlegesen az akarat kitartó ereje, tehát itt válik gyümölcsé a szellemtudomány. A szellemi alapokból a beszédben ez az akadályoztatlanság, hogy szabadon árad a beszéd, és egyszerre szól holtakhoz és élőkhöz, és a tudat pedig rendíthetetlenné válik. De ez a rendíthetetlenség a gondolkodásban és az emlékezésben meghaladja a beszédet, meghaladja a képzeletet, és meghaladja sajnos a kifejthetőséget. Tehát itt nem lehet betrappolni egy kis pletykára készen. Nem megy. 1909 pünkösdjén Budapesten jár Steiner, és 2 hétig a Tőzsdepalotában tart előadásokat. Az életének az egyik legfontosabb fordulópontja, hiszen idáig a Magyar Teozófiai Társaságban dolgozott, és a Német Teozófiai Társasággal fűzte össze ezt a tevékenységét. És itt össze kell különböznie Annie Besanttal, az Indiában székelő Világ Teozófiai Társaság elnökével, aki oda akar idézni Steiner elé egy fiatal hindu gyereket, Jiddu Krisnamurtit, azzal a felhanggal, hogy ő hordozza majd a messiást, bele fog inkarnálódni Krisztus, újra eljön a földre. És Steiner hiába beszélt, nem fogadták el, és végül Annie Besant, aki ismerte Steiner képességeit, arra próbálta rávenni, hogy egyezzen bele, hogy Krisnamurti lesz az új világ tanító. Ebben az esetben a Világ Teozófiai Társaság elismeri Rudolf Steinert, mint Keresztelő Jánost. Na, erről beszélek. Tehát értsük meg, hogy a legmagasabban képzett körökben is arat Lucifer. Én nincs mese.
Tehát annyi kísértés lesz a biográfiai munkádban, hogy csak győzzed. Amikor végre rájössz valamire, és két héttel később kiderül, hogy az egész nem így volt. Erre készen kell állni. Mert ez acélozza meg a belső erőt. És a tévedésekkel élni kell, hordozni őket, és korrigálni. Nem baj, ha tévedsz. Sem szentek nem vagyunk, sem tévedhetetlenek. De a küzdelmet nem tudjuk elengedni. Ez kényelmesen, gyorsan nem lesz meg. Semmi, amit a szellem inspirál, nem fog viharos gyorsasággal bekövetkezni. Azok az erők más forrásból jönnek. De tényleg. Most, amit még a figyelmetekbe ajánlok, a Moltke könyv, de ne nagyon figyeljetek rá, mert alig van belőle. Nem tudom, mikor tudjuk újra nyomatni, de ez egy olyan biográfia, egy olyan ember élet története, aki vezérkari főnökként a német császár szolgálatában áll, ezzel párhuzamosan Steiner egyik legközelebbi tanítványa. De természetesen Schwarzba megy, hogy a német nyelvnél maradjak, mert egy vezérkari főnök mégsem ülhet be egy nyilvános Steiner előadásra, igaz? Tehát inkább Steiner látogatta a Moltke házaspárt a palotájukban. De a lényeg az, hogy amikor Moltke váratlanul meghal, akkor Steiner másnap már ott van a ravatal mellett, és egy mantrával búcsúztatja Moltkét, másnap újra visszamegy, és a másnapi mantrában már visszaszól neki Moltke. Tehát azonnal megvan a kapcsolat, mert olyan mélyen hordozta magába a szellemtudományt, hogy nem kellett őt pihentetni oda át. Az átlag embert körülveszik a szellemi lények, és altatják egy darabig, és szépen lassan ébresztik rá, hogy hol is van tulajdonképpen. Főleg hirtelen halál esetében. Tehát Moltke elmondott egy halotti beszédet egy tisztársa temetésén, és utána holtan rogyott össze, és már oda át is volt. A lényeg az, hogy ő volt az az ember, akit Steiner 8 éven keresztül követett a szellemvilágban, és Eliza von Moltke tábornok feleségén keresztül ezeket a közléseket az egész világ számára hozzáférhetővé tette Thomas Mayer barátunk, aki Bázelben él, és 2000 óta együtt dolgozik Ispánkkal, változó intenzitással, és az első olyan dokumentum, ahol a feltett kérdések, az odától érkező válaszok a jövőre is vonatkoznak. És mi minden szokásunk áll lett Ispánkon, hogy minden évben felütöttük a könyvet, és megnéztük, hogy 16-ban már halála után már elkezdett visszaüzenni egészen 24-ig. És a múltkor felütöm a könyvet, az utolsó üzenet 1924. június 16, és aztán 18. És azt írja le, amiben mi ma most élünk Közép-Európában. Tehát ezért érdekes egy ilyen biográfián keresztül átélni azt, hogy a halottak és a küszöb túloldán az élők együttműködése hihetetlen szellemi rálátáshoz vezetheti az embert. Csak mi nem szeretünk a halottakkal így kapcsolódni, mert az a véleményünk, hogy aki meghalt, az nyugodjon békében. De nem tud és nem fog. Mert az ő jövője is kockán van most. Amit mi itt tudunk végezni, az lesz az ő jövője is. Tehát egyre inkább bele akar szólni. És az epigenezis jelensége, amiről beszéltünk, az öröklött sors, az szintén a hierarchia próbálkozása abba az irányba, hogy a halottak úgy keressenek rá élő társaikra, hogy a maguk megoldatlan sorscsomóit átadják nekik, hogy kutassatok bele, éljétek át, és az eredmény közös lesz. Ez egy teljesen új vonás. És amikor először meghallottam ezt a történetet, akkor mondtam, hogy senki nem merje még egyszer állítani, hogy az égnek nincsenek többé földi megnyilvánulásai. Állandóan vannak, és egyre sürgetőbb, és egyre gyakoribb. Tehát erről ennyit. Az ábra, amit ide föltettem, azt azért csináltam, hogy az eddigi munkánk majdnem összes összefüggését egy ábrában mutattam be. Tehát a szellemvilágot, a szellemvilág teremtésében résztvevő teljes szellemi hierarchiát, a különböző funkcióikkal együtt,
Tehát itt megtaláljátok azokat a funkciókat is, amiket a teremtés történetben nem tettünk bele. Tehát, hogy például a forma, a mozgás és a bölcsesség urai mozgatják a bolygókat, a mozgás urai viselik magukkal az állatok csoportszellemeit, és íme a növények csoportszelleme még magasabban van a bölcsesség urainál, a napéter teremtőinél. És akkor még ott van az, amiről már beszéltünk, hogy a bölcsesség és az akarat urai az álló csillagok fenntartói és az ásványok csoportszellemei. A kerubok és a szeráfok, az üstökösök és a keringési idő szellemei. Tehát itt mindent beírtam a funkciójukról. Ugyanakkor ideállítottam az ember 63 évét, amíg a karma keretei között működik a Földön. Utána köréje írtam a zódiákust és az egyes testtájakat, amelyet az egyes zódiákusban uralkodó kerubi lények teremtenek meg bennük, és utoljára a 12 érzékszervet. Úgyhogy ennél többet most sem tudtam belesűríteni. De ez egy áttekintést ad az eddig végzett munkánkról. Néhány másik képet is idehoztam. Ezek a képek egy kicsit az analóg gondolkodás segítik bennünk, de ugyanakkor kérdéseket is vetnek fel, aminek kapcsán egyéni kutatásba lehet kezdeni. Nem tudom, hallottatok-e a prerafaelita festők mozgalmáról. Ugye a 19. század. Rafaelről beszéltünk. Mi ez a prerafaelitaság? Karma tudat ébred a művészekben. És milyen témákat hoznak? Grál témákat. És az egyikük Edward Burne-Jones, az egyik legjelentősebb művész, aki megfestette Arthur halálát, ravatalát. És ami érdekes ebben a képben, hogy a felnagyított képen jobban látszik, de a nagy képen is, hogy az angol birodalmi koronát az angyalok tartják a kezükben, de a ravatal lábánál már kint az étervilágban, mert amikor egy festményben félig a szoba van ábrázolva, és félig egy zöld mező, az azt jelenti, hogy ábrázolta a festő a fizikai világot és az étervilágot. A növényekkel jelezték az étervilágot. Na most itt az étervilágban viszont Arthur fejénél a Földön a Magyar Szent Koronát találjuk. És a kérdés, amiben be lehet kutatni, hogy mi köze van a Magyar Szent Koronának Arthur halálához. Például. Tehát számtalan ilyen téma van, amit el lehet kezdeni kutatni. És a királyi művészet gyakorlásában ez nagyon hasznos. Persze nem kell olyan magasra lőni elsőre, elég, ha elkezded kutatni azt a várost, vagy azt a városrészt, ahol eddig éltél. Mit tudsz a múltjáról? Mikor kezdődött? Mikor alapították? Kik voltak a jeles személyiségek? Hiszen az ő aurájukban élsz. Tehát minden irányba ki kell terjeszteni a figyelmünket. És akkor ezek a munkák vezetik el az embert a szellemi összefüggések meglátásához. És tényleg meg lehet látni. Ezt a kelta ábrázolást azért tettem ide, mert Bándoki Lászlónak, ismeritek meg biztos a nevét, zenész, Leslie Bándoki, megjelent egy új lemeze, és az a címe, hogy Vér a vízben. És aztán, amikor meghallgattam, akkor kiderült, hogy tőzsdecápák köröznek Európa teste körül. Tehát ez volt a témája. Szerintem nagyon időszerű. Ez pedig egy kelta stílusú ábrázolása Vidárnak, az északi népek egyik hierarchikus lénye, akinek a tisztelete nagyon a messzi múltból ered, de a jövő felé mutat. Mert róla mondták a kelták papjai, a druidák, hogy ő a hallgatag, aki majd megjön és megöli a Fenris farkast. Abban a távoli, eljövendő korban, amikor az ember ráébred énje szellemi képességeire, és válaszolni fog a csillagoknak. Többé nem a horoszkóp uralja az inkarnációt, hanem az ember tölti fel életének gyümölcseivel a csillagok eljövendő életét. Tehát ez is visszafordul. A fordított kultuszban minden visszafordul, és nem hallgatott el a másik világ, de nekünk kell megszólaltatni. Most már mi adjuk az energiát az újabb megjelenésekhez,
és megszólalásokhoz. És ha mi nem tesszük, akkor majd szórát megjelenik. És létrehoz egy misztériumiskolát, és megjelenik úgy a világban, hogy senki sem fogja elhinni, hogy ő nem a megváltó újra testesülése. Nem látják meg a napdémont, mert maszkírozva lesz. És olyan szellemi látást ad az embereknek, hogy senki nem ugyanazt fogja látni, és az emberek egymást fogják tépni, rágni, hogy kinek van igaza. Innen lehet felismerni szórát működését. Tehát ne várjuk meg az eféle látomásokat. Ide pedig beleraktam Makóesz egy rajzát. Itt vannak, így néztünk ki Lemúriában. Elképesztő emlékezete volt. Most egy inkarnáció sorral szeretnék még foglalkozni, ami Európa jövőjében nagyon mélyen benne van, és a mi életünkben is ezért nagyon mélyen benne van. Európa jövendő lehetőségei, az európai történelem szellemi folyamatainak minél alaposabb ismeretén múlnak. Tehát Európa életét tanulmányozni kell szellemi szempontból. Steiner biográfiája erre az egyik legjobb példa. Úgy tudom, hogy az életutam megjelent magyarul, bár az nem egy befejezett biográfia. Ezen kívül viszont megjelent könyv magyarul Kaspar Hauserről, Európa gyermekéről, aki ha életben marad, Európa sorsa egészen másképp alakult volna. De mivel megölik 21 évesen, mire Steiner a földre érkezik, már egy sivatagba lép. Neki egész más feladata volt, mint amit végül végrehajtott. A vele érkező karmatársak közül senki nem ismerte fel őt. Ennek következtében a sorsába belealvó társak helyett is neki kellett elvégezni a munkát. Magára vette a sors feladatukat. De ez csak nagyon korlátozottan lehet, mert ennek nagy ára van. Ő mégis megtette, de minden esetre sokat gyengített azon a pozíción, amit ő elfoglalhatott volna, feltárhatta volna, olyan inkarnációit, amiről soha nem beszélt. Jó néhány inkarnációról beszélt az utolsó időben, ez a végső kétségbeesés volt, hogy hát, ha valaki beletekint ebbe a dologba, hiába reménykedett, ez nem történt meg. De a lényeg az, hogy az előző életek látásától való iszonyat és a lehetőség által keltett luciferi izgalom egyszerre van ott az emberi lelkekben. Tehát egyszerre vágyjuk és rettegünk tőle. Ezért jobb, ha békén hagyjuk, amíg kialakul az ítélőképes látás. Mert addig csak Lucifer festi meg a perspektíváinkat. Tehát Kaspar halála sivatagot teremtett a folytatásra. Ha ő életbe marad, akkor három hatalmas szellem együttműködésével már a 19. század végén készen állt volna az a közép misztérium kultúra, amiről mi most itt beszélgetünk újra meg újra. Nem csak csirázott volna, hanem szárba szökkent volna ez az új szellemi kultúra, akkor nincs nácizmus, nincs bolsevizmus. Mindez a nyakunkba szakadt, de újra itt van a lehetőség. Amit Steiner jövendőlt, hogy az ő elmenetele után, a 20. század közepén megérkezik a következő hulláma a Mikhail tanítványoknak, mi le is jöttünk az 50-es években, 40-es évek végén, de senkit nem találtunk azok közül, akiknek jönni kellett volna. És ebből sejtette az ember, hogy a karmikus káosz egyre mélyül. Tehát a sikertelen inkarnáció, amikor az ember süketen és vakon megy végig egy életen, az bizonyos értelemben megfosztja őt a lehetőségétől, hogy a következő inkarnációban alapot keressen az előző tetteiből, és egy bizonyos önbizalommal tovább folytassa a munkát. Tehát újra visszaesik, a fogalmam sincs, hogy honnan jövök és miért pózba. Ezt többé nem engedhetjük meg magunknak. Mindazonáltal mi majdnem valamennyien úgy jártunk, hogy mire betelt a 3x666, igazából senki nem ismerte fel, hogy ki kicsoda és miért van itt. Hát ebben a légkörben kell végezni ezt a munkát. Mindaz, ami ebből a felismerésből és találkozásból fakadhatott volna, az halasztást szenved a következő 100 évben. Tehát 2100 körül leszünk képesek ezt majd újra megpróbálni.
de erre a feladatra már most el kell kezdeni készülni. És a biográfiai munkának az egyik célja és értelme, hogy akik úgy ülnek itt, hogy már 50 évet letudtak ebből az inkarnációból, azok a megismert összefüggések mentén legyenek szívesek terveket szőni a következő inkarnáció feladatával kapcsolatban. Aminek az alapja csak az lehet, ami benne fölmerül a szellemtudomány kapcsán ebben a munkában. Reális lehetőségeket kell felvázolni a következő inkarnációra. És akkor lehet találkozni a század végén. Megvannak a helyek, megvannak az infrastruktúrák, az előkészületek megvannak. De a találkozás csak az individuum rendezheti meg. Saját szabad akaratából törekedhet arra, hogy felismerés legyen. Steiner, mint fillér nélküli diák, az egyik professzoránál talál menedéket a főiskolai éveiben, Carl Julius Röhr professzornál. Ő technikai nevelést kapott az apja ösztönzésére, de tulajdonképpen szerzetes akart lenni. Ez nem adatott meg neki. És a beavatása után tudta, hogy már nem is lesz alkalma erre. De nagyon szeretett irodalommal és történelemmel foglalkozni. És ez a Schröer professzor befogadta őt. Lakhatott nála egy olyan házban, ahol volt villany, volt meleg, volt fűtés, ami Steinernek nem nagyon adatott meg. És ha egy pillanatra megállunk annál a ténynél, hogy a modern szellemi kultúra alapító iniciátora egy szál gatyában jön a földre, ez elgondolkoztató, nem? És mindez azért, mert a királyi trónra született Kaspár olyan végzettel találkozott, amivel találkozott. Tehát innentől kezdve a beavatott nem is nagyon tehet mást, mint hogy elrejtőzik. Magyarán örül, hogy él. Tehát Steinernek is ez a sors jutott fiatalkorában, de azért 1888. november 9-én volt egy fordulópont az életében. Fiatal Goethe tudósként éppen befejezte Goethe tudományos írásainak a sajtó alá rendezését. Senki nem tudta róla, hogy szellemi képességekkel rendelkezik a másik világ viszonylatában, de egy dominikánus szerzetes meghívta őt egy ilyen irodalmi szalonba, hogy tartson egy előadást, és Goethe előadást természetesen. És amikor befejezte, a szervező professzor odament, gratulált, és azt mondta, hogy Aquinói Tamás. És Steinernek először fogalma nem volt, hogy miről van szó. És aztán később, amikor elkezdte átélni ezt a pillanatot, rájött arra, hogy a professzor azt akarta mondani, hogy ha Aquinói Tamás ma itt lenne inkarnációban, ő beszélt volna így Goethéről. És ekkor ismerte fel magát, mint Aquinói Tamást. És ez volt az első lépés. Aztán leég a Burgtheater Bécsben, már másodszor. És a bécsiek nagyon szerettek színházba járni. A biográfiák nagy része a mulatókban, az irodalmi szalonokban, a grincingi kocsmákban, és ilyen helyeken is a színházban telt. És másodszor is leég a Burgtheater, és Steiner oda sétál a tűzhöz, és látja, hogy Rudolf trónörökös is ott ül a hintójában, és nézi a tüzet. Hazamegy Schröerhez, a professzorához, és elmondja neki, hogy kit látott a tűznél, mire a professzor felnéz a papírjaiból, és azt mondja, hogy Néró. Tehát ennyi táplálékot kapott Steiner. Nagyon keveset. Mindazonáltal Schröer professzor nem vállalta a maga szerepét Steiner mellett. Holott Efezoszban, a Misztérium templomban Kratilusz felnevelte Platont, utána visszajött, mint tanítványa, Arisztotelész. Kettős kapcsolatuk volt egymással, és Platón nem ismerte fel se Kratiluszt, se Arisztotelészt Steinerben. Tehát a világ biográfiájában ezek a nagy pillanatok, és döntik el az emberi kultúra és az emberi kollektív sors további alakulását. Tehát éberség nélkül semmi sem megy. Semmi sem megy. Tehát így kell gondolkodni, és így kell tekinteni az egyes emberi életek jelentőségét. A Barbro nagyon sok mindent felismert, de olyan ritka és rövid időket töltött a szellemvilágban, és akkora traumákat élt át,
hogy képtelen volt ebben az inkarnációban az akarati erejéből megtartani azt az utat, ahol a feladata továbbra is várta őt. Elmenekült a folytatástól egy személyes, biztonságot ígérő kis kikötőbe. Teljesen érthető egy egyedülálló nőként, de akkor is. Tehát elúszott egy lehetőség, megjelent az életébe, ami lehetett volna, és ami lett. Azzal, hogy Kaspárt megölik, három ember élete, sorsa és vállalt szellemi feladata fut részlegesen, vagy majdnem teljesen zátonyra. Wagner 1868-ban már Tribschen nevű villában lakik, és anyagi gondjaitól megszabadulva, amikor bebukik az ajtón egy 24 éves fiatal bázeli egyetemi professzor, filozófus, és bemutatkozik, mint Friedrich Nietzsche. És Nietzsche odaomlik Wagner lábaihoz, amikor meghallja a mesterdalnokok első taktusait, mert elvarázsolja őt Wagner. És 7 éven keresztül leborul a nagysága előtt, és könyveket ír Wagner nagyságáról. És 7 év után elkezd szembefordulni vele. Meglátja azokat a vonásait Wagnernek, amik azelőtt is megvoltak. Tehát egy kicsit léha az életstílus, elég botrányos körülmények között elcsábítja Liszt Ferenc leányát, Kozimát, Liszt kedvenc karmesterétől, akivel házasságban él, és gyermekeik vannak, és magához csábítja, és elviszi magával Tribschenbe, és szóval állandóan adósságokat csinál, és csodálatos zenét komponál. Falja az életet, egy pici, alacsony, hatalmas oroszlánfejű ember, de ömlik belőle a varázslat. És Nietzsche is érzi ezt a varázslatot, de 7 év után hirtelen ellene fordul. Most itt bontakozik ki az újraszületésnek az igazi drámája, de ez a mi életünkben is ott van. Kinek volt már olyan barátja, aki egyszer csak ellenségé vált? Igaz? Ugye? Tehát ott mindig valami úgy jelzett a múltból, hogy ha felismeritek, akkor nem kellett volna ennek a szembenállásnak megtörténnie. Ez Wagner és Nietzsche életében nem oldódott meg. Tehát Nietzsche annyira kétségbe esett a csalódásai által, hogy a végén odáig eljutott, hogy megtagadta az Istent. Azt mondta, hogy Isten halott, és utájára még megírja az Antikrisztust. Tehát egy olyan arimánikus csapdába kerül, ahonnan nem tud kiszabadulni. Ezért, hogy ne romoljon tovább az inkarnáció. 1889. január 3-án idegösszeroppanást szenved, onnantól kezdve már nem jön ki az elmegyógyintézetből, az utolsó 10 évét egy karosszékben ülve félig meddig katatona állapotban tölti. És ekkor talál rá a fiatal Rudolf Steiner, és látja azt, hogy Nietzsche hatalmas zsenie, csodálatos szelleménye ott lebeg, és ott van egy tehetetlen test és a semmibe meredő tekintet. Kihúzták őt az inkarnációba, hogy ne rontsa magát tovább. Ilyen is van. Tehát amikor eljövendő karmáról beszélünk, ha valakinek úgy megbicsaklik az élete, hogy veszélybe kerülnek az eddig megszerzett értékek, akkor történhet valami, amivel terminálják az életet. Hogy megmaradjon a gyümölcse ennek az életnek, ne rombolja tovább. A Wagner és Nietzsche találkozása a 16. századból ered. Ávilában. Wagner ebben az előző életben ávilai Szent Teréz. Kicsit nehéz elképzelni az életmódját így a 19. században, és a 16. század vizionárius szentjét. Ezt azért mesélem el, mert azt kérdeztétek, hogy egymásra épülnek az inkarnációk. Hát azért vannak itt kanyarok. És ez az inkarnáció, ez a legszorosabb kapcsolatba hozza ávilai Terézt, aki a karmelita kolostor és a kolostori élet megújításán dolgozik, Alcantarai Péterrel. Fra Pedro a század legszigorúbb életű szentje volt, nagyon szerették őt a spanyolok, de meg volt benne ez a túlhajtott mazohista önkínzás. Naponta egy óra alvást engedélyezett magának, azt is egy földbevájt lukban ülve. A
Mindazonáltal ők ketten, Ávilai Teréz és Péter újra fogalmazzák a karmelita rendet, elnevezik magukat mezitlábas karmelitáknak, és szigorítanak az életszabályokon. A karmelita kolostor nagyon érdekes történelemmel bír. Most gondoljátok el, hogy ma is, ma például a magyar kormány lakik a karmelita kolostorban. Az első karmelita kolostort Palesztinában, Kármel hegyén Énok alapítja, a Metatron, akiről Hambas írja, hogy emberi lény, de az első, aki látja Isten arcát. Valóságosan. A további útja a karmelita kolostornak Illés próféta kezében van, aki viszont hatalmas szerepet játszik később, amikor visszatér a földre keresztelő Szent Jánosként, és beavatja az emberiséget a messiás érkezésébe. Tehát itt a történelmi kutatásban fel tudott fedni az inkarnációs sorokat. Steiner itt hagyta, abban a reményben, hogy az embereket elkezdi érdeklni. Nem érdekli. A mai napig nem érdekli, senki nem foglalkozik vele. De tényleg nem. Visszatérve a karmelita kolostorra, azért a karmeliták eredete az a legmagasabb szellemi magasságokból jön. Tehát nem baj az, hogyha egy állami kormányzat egy ilyen aurát von maga köré. Egyáltalán nem baj. És most eltekintünk az egyes személyiségek vonásaitól, mielőtt nagyon beleájulunk a dologba. De a dolgok összefüggnek. Nem lehet a körülményeket csak szelektíve látni. Látni kell a helyszínt, látni kell a múltat, és ebből gömbölyödik elő a jövő. Wagner állandó adósságokkal kínlódik, plusz a botrány, hogy már időtlen idők óta vele él Cosima, születik is házasságon kívül egy lányuk, természetesen Izoldának hívják. És aztán Liszt annyira szereti Wagnert, hogy végül elsimítja ezt a dolgot. És 1864-ben, még mielőtt Nietzsche felbukkan, Wagner életében megjelenik a mentő angyal, a 18 éves második Lajos bajor király. Az apja váratlanul meghal, és ő örökli a trónt. Ez a fiú kisgyerek korától a grálmondákon él. Ezt mesélteti magának, olyan kastélyban nő fel, ahol hatalmas szövött kárpitokon a grál legenda látható, festményeken ábrázolják a Szent Grált. Ennek a gyereknek a lelkében ez a központi motivum. Később, mint király, megépíti Neuschwansteint, az új hattyúvárat, amit a Disney elcapcalázik, és ez lesz a Disney társaságnak a jelképe. Ez a fiatal király 16 évesen hal először Wagner dallamot, és amikor 18 évesen trónra lép, az udvarmesterét először Wagnerhez küldi, aki éppen ott tart, hogy főbelövi magát, mert semmire nincs már pénze. És ebben a pillanatban minden átfordul, mert a király bérel neki egy villát, ad neki pénzt az életvitelére, és könyörög, hogy folytassa a komponálást. Sőt, amikor arra kerül a sor, hogy Wagnernak egy másik előző inkarnációja kerül a felszínre, hogy építeni akar egy fatemplomot a zenének Bayreuthban, azt is a király fogja finanszírozni. Tehát itt egy másik motivum is belép Wagner életébe, ez pedig Merlin, aki a kerekasztal alapítója. Tehát nézzétek meg ezt az inkarnációs sort. Merlin, az Artus lovagok oktatója, nevelője, a kerekasztal impulzus hordozója, Ávilai Teréz, és utána ez az életvidám, életvaló, bohém, abszolút asztralitásban úszó Richard Wagner. Tehát az inkarnációk nem fedik egymást. Ez egyáltalán nem törvényszerű. Mindazonáltal a három ember közül, mert ugye a második Lajos, az ifjú bajor király, ő szintén a 16. század egy spanyol szentje, ő pedig Keresztes János, aki a lélek sötét éjszakáját írja meg, aki szintén síkra száll a karmeliták megújításáért, de ezért üldözni kezdik, és börtönbe zárják, és egy évet tölt
egyedül egy cellában. Kiengedik, és akkor elmegy Ávilai Terézhez. Ez a fiú akkor még csak 25 éves, Ávilai Teréz meg már valahol az 50. évén bőven túl van, de akkor a szellem árad a fiúból, hogy Ávilai Teréz őt választja gyóntatójául. És ez a három ember ott kering egymás körül. És akkor visszajönnek a modern korban, és van, ami sikerül, van, ami nem. Mi hiányzott? Hiányzott Kaspar Hauser, aki iskolai tananyaggá tette volna a karma törvényvilágának a megismerését. És ez a mai napig hiányzik. A Waldorf iskolában nem engedik a waldorfos gyerekeknek azon az alapon, hogy a Waldorf nem világnézeti iskola. Na de mióta világnézet a karma és az újraszületés? Ez nem egy választható ideológia, hanem az emberi élet gyökere és tengelye és jövője. És nem engedik. Tehát ilyen körülmények között kell megvalósítani dolgokat, hogy semmiféle, nincs egyetlen szellemi áramlat sem, amely merne behatóan foglalkozni a szellemtudománnyal. Tehát marad a gerillaság. Nincs más. Ha Kaspar életben marad, akkor ez egész másképp fordult volna. De amikor ez megtörtént, ez egyáltalán nem jelentette azt a hierarchia számára, hogy na akkor ezt a könyvet becsukjuk. Ez nem ment, kezdjünk valami másban. Nem. És az egyén életben ugyanez a helyzet. Ha valami nem jön össze, azt nem lehet félrerúgni és elfelejteni. Mert az inkarnáció energiájának jelentős részét már beletetted, és még nem vagy tisztában azzal, hogy lényednek melyik tagja irányította ezt az egész sorozatot. Tehát a kudarc nagyon fontos, az átélése és az elhelyezése, a helyes elhelyezése az életünkben. Tehát a kudarcról nem félni kell, hanem teljesen átélni és megízlelni. Mert ebből erők származnak. Tehát az ember nem futhat tovább, és nem lehetünk sikerorientáltak. Mert a mai világ a materialista szemlélet számára a sikeres ember, akinek mindene sikerül, amibe belekezd. Na most ez egy nagyon furcsa pálya, akinek az életében minden ilyen simán sikerül. Mögötte az ember érez valamit a múltból, ami a jövőben másképp lesz. Mert akinek minden sikerül, az előbb-utóbb, hogy mondjam, büszke lesz rá és gőgös lesz. És akkor már is látható, hogy a túl sima utak gyengítik a szellemi potenciát. Ez nem azt jelenti, hogy az ember mazohistán hívja a nehézségeket, és lehetőleg a legkeményebb utat választja, hanem egész egyszerűen tudomásul veszi, hogy a nehézségek neki szólnak és őt emelik. De erre nehéz rávenni a ma emberét, mert elkényelmesedtünk. És a félelmeink alapja, az egyik legerősebb alapja, a kényelem elvesztésének a félelme. Ezzel kapcsolatban az égi világ egyet tehet, hogy tesz egy olyan abszolút energikus és, hogy is mondjam, radikális lépést, ami egy csapásra megfoszt a kényelemérzettől. És akkor az ember ott fog dideregni a semmiben, és összekapja magát, és tesz valamit a jövőért, valószínűleg. Tehát ezt az inkarnációsort azért hoztam még el, hogy ti is választhattok személyiségeket, akár a jelen történelemből, akár a múltból. Mindenkinek van egy kedvenc korszaka, amihez kötődik. Minden egyes embernek. És attól kedvenc, nem feltétlenül attól, hogy ott járt, vagy valami, vagy azon a vidéken ismerős, hanem mert ezt hozta vissza az előző életéből. És ha ez él benne, akkor érdemes könyveket szerezni, és elkezdeni kutatni, mert előbb-utóbb megtalálja magát abban a korban. De ez egy egyéni munka, ezt nem kell kitrombitálni, hanem el kell kezdeni kutatni. A kutató munka bekerül a rükshába. És a ruksa gyümölcseként újabb lehetőségek nyílnak a további kutatásra. Olyan dolgok kerülnek a kezedbe, amik a ruksa miatt küldenek hozzád. Emberek, könyvek, kapcsolatok. Tehát ha te aktiválod magad szellemileg, akkor a további aktivitás biztosítva van. De az aktiválást nem szabad abba hagyni. Tehát nem szabad elejteni, félretenni, elfelejteni, úgy tenni, mintha nem is lett volna. Mert ezen múlik a további fejlődés, hogy a cselekvéshez nem kell remény.
A kitartáshoz nem kell siker. Az én belső akaratom a motor. Mert felismertem ebben az impulzusban a magam vállalt feladatát, még ha nem is minden részletében. És ha idáig eljutsz, a többi részletet oda fogják tenni és megmutatják. Nem egyszerre, nem akkor, mikor várod, és nem olyan körülmények között, mint amit te elképzelsz. Tehát a hierarchia teremtő képzelete sokszorosan meghaladja a miénket. De utólag mindig rájössz, hogy ez erről szólt. És tulajdonképpen itt ez a lényeg. Most ha ezzel kapcsolatban van kérdésetek, akkor nagyon szívesen válaszolok. Én még egyetlen képet tennék fel egy elhangzott kérdés kapcsolatában. Ez pedig a két János inkarnáció sorozat. 1924. szeptember 28-án lépett utoljára a világ elé Steiner. Másnap már a beteg ágyában feküdt, tehát a Szent Mihály napi előadást 29-én nem tudta megtartani. 28-án tartott egy Mihály előadást, ekkor elhangzik az a gyönyörű Mihály mantra, amit valamennyien használunk. És ami érdekes volt ebben az előadásban, hogy a vége kivételével nem volt róla szó Mihály arkangyalról. Abszolút. Két Jánosról beszélt végig, és ezt senki nem értette. És még ráadásul úgy beszélt, hogy mintha összekeverte volna a két Jánost egymással. Most akkor fölteszem ezt az ábrát, jó? És akkor megnézzük együtt. Itt van össze, ne vedd le. Ó, bocsánat, elfeledkeztem róla. Halál előtt 3 héttel, Polczer Rudic gróffal beszélve, felteszi ezt a kérdést Steiner abban a formában, hogy az emberiségnek bizonyos kérdésekkel behatóan kéne foglalkozni a jövőben. Az egyik kérdés, hogy ki a két János, aki egy. Most itt két János inkarnációt találunk. Az egyik az ószövetségi prófétákkal indul, Pineász, Illés, akinek ha az életét tanulmányozzátok az Ótestamentumban, ő az, aki a tüzes szekéren távozik a Földről, tehát a szellem tüzét szórja szét a Földön, hatalmas beszédképességgel rendelkezik. Megjelenik, mint Keresztelő János, és olyannyira nyilvánvaló a beszéde ereje, hogy a zsidó főpapok kimennek hozzá a pusztába, és megkérdezik, hogy te, aki beavatottként nevelődtél, igaz, hogy az esszénusok rendjében, tehát nem a farizeusok vagy farizeus és a szaduceusok rendjében, hanem az esszénusok neveltek fel, hogy létezik az, hogy te itt ugrálsz a pusztában, és állatbőrökbe takarod magad, és sáskákat eszel. Mit csinálsz? És akkor jelenti be, hogy közeledik az, aki tűzzel fog benneteket megkeresztelni. És az én dolgom az, hogy figyelmeztesselek, hogy változtassátok meg a gondolkodástokat. Mert ő örökre meg fogja változtatni. És akkor megkérdezik, mert olyan ereje van a szavainak, hogy ha jól tudom, Kajafás az, aki később 30 ezüsttel felpérli Júdást a Passió drámájában. Kajafás kérdezi meg, hogy Illés vagy-e? És akkor azt mondja, hogy nem vagyok, pedig ő. Most maga az a tény, hogy az evangéliumban egy ilyen kérdés elhangzik egy beavatott zsidó főpap szájából, ez is bizonyítja, hogy ugyan nagyon megnyírbálták ezeket az evangéliumokat, de a reinkarnációt, az újratestesülést semmi nem tiltja benne. És sőt, van egy-két olyan mondat, ami pontosan erre utal. Ugyan miért kérdezi Kajafás a keresztelőt, hogy Illés vagy-e? Ő ugyan nem ismeri el. A keresztelő 32 évesen mártírhalált hal. Ha emlékeztek a történetre, Heródiás leánya Salome
gyönyörű táncáért cserébe ebben a sötét fényeségű udvarban a rabságban tartott Keresztelő János fejét kéri ajándékban. És ezt meg is kapja. Tehát ő 32 évesen eltávozik a földről. A következő életében megjelenik, mint az a festő, aki azt a képet festette, Rafael. Rafael rövid életet él, alig 33 évet. Utána visszajön, mint Novalis a költő, aki szintén 33 évet él, tehát ketten tesznek ki egy normális életsort. Az egyik a művészetben, a festészetben, a másik a szavakban önti azt a mélységes tudást, amiből valamikor a pusztába rikoltozta a megváltó érkezését. A másik inkarnáció, a másik János, aki valójában Lázár. Az ő őse Hiram Abif. Amikor Salamon fel akarja építeni a templomát, az elvben megvan benne szellemileg, de ő nem Káin utód. Neki egy Káin utód kell, aki ismeri az építészet törvényeit, és meg tudja építeni. Kiönti a bronzot, kiönti a két hatalmas oszlopot, Jákin és Boáz oszlopát, és megépíti neki a templomot. És ezért Káin utódjához, Hiram Abifhoz fordul, aki királyi rangot visel, de az élet az a föld misztériumainak a beavatottja. És Hiram Abif meg is érkezik a király kérésére, csak támad egy kis gubanc. Mégpedig az, hogy a király eljegyzi Sába provincia királynőjét. És a királynő is megérkezik, hogy találkozol Salamonnal, és beleszeret Hiram Abifba. Már akkor is voltak ilyen problémák a karmával. A bosszú úgy éli utol Hiram Abifot, hogy a bronz öntés folyékony tengerébe lökik bele, és így leli halálát. A Hiram Abif hóseásként jön vissza, ő is egy a dörgőszavú szakálasok közül, akinek a híres mondását azt hiszem máig is idézzük, hogy aki szelet vet, vihart arat. Na most szellemileg ezt nagyon jól tudjátok, hogy mi jár azért, amikor az ember megszólal, ugye? Tessék? Vihart arat. Igen, Hóseás próféta mondja. Tehát aki felszólal a hamis proféciák, a hazugságok, a ferdítések, a csalások ellen, az megkapja a magáét. Szelet vet és vihart fog aratni. De ebbe bele kell nyugodni, ez ma is így van. A társadalomban, szociális életben, politikában meg egyenesen aranyszabály. De ott nagyon ritkán vetnek szelet. Ott szélcsend van és mél a hallgatás. Gazdag családja, Lázár, fehér ruhás ifjú. Az evangéliumban először úgy szerepel, hogy megközelíti Krisztust, és azt kérdezi tőle, hogy Uram, mit tegyek, hogy követőd lehessek. És Krisztus azt mondja, hogy add el mindenedet, és kövess engem. És Lázár nem tudja megtenni. Hát gondoljatok bele, ugyan már. Hazamegy, de belebetegszik abba, hogy ezt nem tudja végrehajtani, és belehal. A két testvére, Krisztus tanítványai szaladnak Krisztushoz. És mondják, hogy gyere Uram, mert nagyon beteg a bátyánk, sőt, tán meg is halt már, mert már szaglik. Igen. És mire Krisztus oda megy, a kriptában van János. De Krisztus tudja, hogy az új misztériumok beavatása a 3,5 napi tetszhalott állapot most még utoljára ismétlődik meg a földön, ezért kihívja. Krisztus énje kihívja a halál folyamatból Lázárt, megjelenik a kripta ajtajában, és országvilág előtt lelepleződik, hogy Krisztus jövetelével nyilvánossá válnak a beavatási folyamatok. Nincs többé rejtély a misztériumokban.
mindenki, aki akarja, megtudhatja. És ekkor döntik el a Sanhedrin vénei, hogy Krisztust meg kell ölni, mert elárulta a misztériumokat. És Lázárból így lesz János, a kedvenc tanítvány, aki mindig Krisztus kebelén pihen, hiszen tőle kapta az énjét, az új élethez. Ő az első Krisztus beavatott. És Lázár János, tehát a kedves tanítvány, az ezotérikus kereszténységet fogja gondviselni, és a következő inkarnációban Christian Rosenkreuz, a rózsakeresztes áramlat alapítója, és végül pedig Saint-Germain grófja, aki viszont gyermekkorában Magyarországon nevelkedik, 5 éves koráig, hiszen második Rákóczi Ferenc fejedelmünk elsőszülött György fia. És 5 éves korában viszik el, és Párizsban nő fel. És mint Saint-Germain gróf, ő próbálja megakadályozni a párizsi forradalmat és vérontást, ami nem sikerül neki. Na most ez a két inkarnációs sor, ez Steinerről így marad ránk, de ezen az utolsó előadáson felcseréli, és a következőt mondja, mert Lázár János szeretet energiája óriási erővel árad bele Rafael festészetébe. És a hallgatóság ül, és azt mondja, hogy Steiner nagyon beteg lehet. Tán láza is van, mert összekeverte a két Jánost. De nem volt ez tévedés. Először mutatja fel azt az én misztériumot, ami a mi életünkben már rendelkezésre áll. Hogy a küszöb két oldalán az egyik, aki már odaát van, beleáraszthatja énjét egy földön élő karmatárs lényébe, akár percekre, órákra, hetekre, amikor annak olyan feladata támad, hogy szüksége van erre az erőre. Keresztelő a maga korai halála után a 12 tanítvány csoport szellemévé válik. Kíséri őket, és hol az egyik, hol a másik tanítványt inspirálja. Ez a törvény, mert egyszer betelt a Földön, ez ma is létezik. Tehát te elkezdesz dolgozni egy szellemi lényel, akkor bizonyos szellemi ének rád találnak. És ha megfelelsz a feladatnak, akkor általad fognak megnyilvánulni, ameddig kell. Átadnak az erőikből valamit. Ez volt az első eset. Tehát ez tulajdonképpen az emberiség eljövendő karmájának egy új alapot ad. Csak ez többnyire annyira érthetetlen és félelmetes, hogy mindenki félretolja ezt a témát. És meg is értem. Holott Steiner, amikor elkezdi az 5. evangélium előadás sorozatait, ezzel többek között a krisztológiában fogunk foglalkozni, akkor nem egyszer megjegyezte, hogy a most elhangzottakért nem egyedül én felelek. Tehát ő célzott erre, de ez pontosan úgy, mint a halottakkal való kapcsolat, senkinek nem kedvez, mert félünk tőle. És csinálja csak valaki más. Én majd tapsolok. Tehát ez azért bennünk van a félszég mindig. Tehát nem volt itt semmiféle tévedés. Ha valakinek van indítatása, akkor nézzen körül a középkor festői között. Meg fogja találni Krisztus néhány tanítványát. Amikor Leonardo da Vinci megfestette az utolsó vacsorát, és azt a pillanatot festi meg, amikor Krisztus megtöri a kenyeret, és azt mondja, hogy egyikőtök ma este el fog engem árulni. És azt a pillanatot festi meg, amikor a tanítványok rémülten néznek egymásra, és kérdezősködnek, hogy kire gondolt az Úr. És utána maguk elé meredve, hogy Úristen, csak nem én leszek. Mert ekkor még bármelyikük lehetett volna az áruló. Az ember, ha nem ismeri a belső világát, nem tudja, hogy milyen ellenerők munkálnak benne, honnan tudták volna. És őszintén rémüldöztek. Holott a kenyeret Krisztus Júdásnak nyújtja, akinek a feladata az árulás. És feladata volt, hogy az emberiség képviseletében benne legyen ebben a körben.
ugyanúgy, ahogy a kerubok megengedték, a trónok visszautasított szubstanciájából a gonosz tartalom megszületését, az ellenállás, a különválás után az ellenállás megjelenését a szellemvilágban, ugyanúgy Krisztus a kerubokhoz hasonlóan megengedte, hogy abban az emberi körben ott legyen az áruló. Mert ez a teljes emberi sors képlete. És az árulás a mi életünkbe is beköszönt, nem is egyszer. Csak rá kell nézni, hogy mikor, miért és mit árulunk el. Akár a saját magasabb ambíciónkat el lehet árulni. Igaz? Ismerek olyan valakit, aki az egyik legcsodálatosabb életpályára készült, és egy adminisztratív hiba miatt sútba vágta az egészet, és elment pénzügyőrnek, és azóta is szenved. És ha visszatekintek a biográfiájára, akkor neki is rá kell jönni, hogy könyörgöm. Az egész életedet azon a pályán kellett volna tölteni, és türelmetlenségből, félelemből, biztonságvágyból elmentél egy olyan pályára, ahol biztos kenyérhez jutottál, csak éppen a lélek halt bele. Tehát ez is egy biográfiai kutatási téma. De tovább nem sorolom, mert azért a rémületet nem kell fokozni, igaz? Elsőre ennyi is elég volt. Hát köszönöm, hogy ezt megtehettem. Tuti, hogy holnap egész nap ezt kell viselnem. Soha se gondoltam, hogy meg tudom csinálni, mert mindig ellenkeztem a mikrofon ellen. Tehát értetek bármit. Köszönöm szépen.